A Biden-Metin Fader Mastercard bot család megújított változatai a 2022-ben forgalomba kerülő Biden-Metin Fader Masterfader botok. Az eredeti Mastercard bot család egyébként 2017-ben látott napvilágot, és nyugodtan mondhatom, hogy kiállta az idő próbáját, hiszen mind a mai napig használja sok ezer elégedett horgász ezeket a botokat. Azonban az újabb lehetőségeknek, újabb gyártástechnológiáknak és alapanyagoknak köszönhetően a már meglévőt is lehet még jobbá tenni. Nagy örömmel vállaltam ezeknek a botoknak a bemutatását, hiszen a fejlesztésben aktívan részt vettem, és a végső paraméterek beállításában is volt egy kis beleszólásom. Valamint tavaly évben már több rangos horgászversenyen használtam ezeket, ezek közül kiemelkedik a Maconkai víztározón megrendezett első Method Fader világbajnokság, ahol ezek a távdobó féderbotok nagy jó szolgálatot tettek nekem a nagy távolságú horgászat során, valamint a 395-ös RX-H is képbe került, hiszen ezzel letettem. Az eredeti Mastercard szériából, ami 9 tagból állt, mindössze 4-et tartottunk meg. Azért ezeket, mert egész egyszerűen az elmúlt években erre mutatkozott a legnagyobb igény, és ezeket használják legszívesebben a vásárlóink. Ez a 365 LC, 395 LC, 430 LC és a 395 RX-H. Hogy miért ilyen szokatlanok a méretezések? Egész egyszerűen azért, mert a gyártás során így kaptuk meg azokat a paramétereket, amit szerettünk volna. Valamint így talán nehezebb összetéveszteni az elődökkel ezeket a botokat. A bot család LC, vagyis longcast változatai kifejezetten a nagy távolságú féderbotos horgászathoz lettek optimalizálva. Minél hosszabb a bot, annál nagyobb dobás érhető el vele, és nyilván annál erősebb a blank. Nagyon fontos, hogy mindenki a saját fizikai adottságainak megfelelő távdobó botot válasszon. Értem ez alatt az, hogy egy alacsonyabb sportás, vagy akár gyerek semmiképpen se vásárolja magának 430-as longcastot, mert nem tudja belőle kihozni a maximumot. Viszont egy olyan kaliberű pecás, mint én, akinek ilyen hosszú karré vannak és magas, a 365-ös botta csak bénázna. Az is nagyon fontos, hogy ezeken a botokon van egy feltüntetett dobótáv, ami kényelmesen úgymond elérhető vele. Ez a 365-ös botnál a 100 plusz, 395-ösnél 120 plusz, míg a 430-asnál 140 plusz métert jelent. Ezeket a távolságokat csak akkor lehet ezekkel a botokkal is megdobni, hogyha ehhez megfelelő eszközpark társul. Értem ez alatt, hogy mindenképpen olyan orsó, olyan főzsinó és olyan végszellék, valamint optimális méretű kosár szükséges. Hogy ezek melyek? Azokat majd a botok specifikációi során elmondom. A botok alapanyaga 60 tonnás high modulus toray carbon, amely keresztszálas kevlár erősítést, egy ilyen kevlár hálót kapott, valamint speciális felületkezeléssel látták el annak érdekében, hogy még jobban bírja az extrém megterhelést. Ezen kívül meg lett növelve a botnak a falvastagsága, így nem fordulhat az elő, hogy dobás közben, nagy megterhelés közben egyszerűen szétrobban az ember kezében. Így első ránézésre a profi kivitelezésnek, valamint ennek a kevlár hálós erősítésnek köszönhetően nagyon erős sugárzó, szinte demonstratív ez a bot. Tulajdonképpen kézbefogva el is hiszi az ember, hogy ezzel tulajdonképpen az űrbe ki lehet repíteni a végszereléket, ha arra van szükség. Kifejezetten azoknak ajánlom, akik az eddig meglévő botjaikkal nem mertek is stabilan, erősen belállni a dobásba és izomból meghúzatni azt, mert attól féltek, hogy az 8 felé törik. Nos, ezzel a bottal ez nem történhet meg, és ez kifejezetten akkor teljesít jó, hogyha durva rideg kezekbe kerül olyanba, aki beleáll és meghúzatja. Így szinte nincs elérhetetlen távolság kis túlzással ezzel a pecával. De azért attól nem kell tartani, hogy ez egy durunk, hiszen a rugalmassága éppen akkora erénye, mint az ereje. Ezt főleg dobás, de még inkább halfárasztás során lehet érezni, hiszen egy átlag méretű ponty fárasztása során sem kelti azt az érzést, hogy egy dióverőt tartunk a kezünkben. A botok nyíl kiképzése maradt. Ez az osztott kivitelezés. A végén ugyanúgy EVA bevonatos markolat található, mint az előd esetében, ez szavatolja a biztos fogást. Valamint a botnak a nyele az kellően hosszú ahhoz, hogy nagy erőkart képezzen, és a lehető legnagyobb erőt lehessen belevinni a dobások kivitelezésébe. További fejlődés a botokon ez a modern orsótartó, amelyet pergető botoktól vettünk kölcsön. Ez teljesen hézagmentes és rendkívül stabil. Nagy előnye, hogy a nagy távolságról történő végszerelék kicsivélések során sem válik kényelmetlenné a botnak a tartása, és nem töri fel az ember kezét. A blankon tovább haladva bal oldalon találhatjuk
a horogbeakasztó szemet. Azért került ide, mert ugye jobb kézbe tartjuk a botot, balba a végszelléket, annak a horgát, és egy mozdulattal bele lehet akasztani ebbe a szép nagy horogbeakasztó fülbe, ami egyébként totálisan nincs útba semminek. Következő, amit látunk, az a nagyon nagy méretű keverőgyűrű, ami kellő távolságra van magától az orsótól, így aztán egy picit sem fékezi a nagy erejű dobásokat. Ezen a boton Seaguy Titanium High Frame Double Foot típusú gyűrűk találhatók. Ezek ugyanúgy meg vannak döntve, mint az elődnek a gyűrűi, annak érdekében, hogy a zsinór a legkisebb súrlódás szenvedje el, miközben kiszalad rajtuk. Így érhető el a legnagyobb dobástávolság. Erősítettek természetesen itt a botok illesztései, az úgymond stucnik, nagyon erős, de nem töri meg a bottestet egyik sem. Természetesen a könnyű szállíthatóság érdekében mindegyik bot háromrészes, és mindegyikhez három különböző erőségű spic tartozik. Az majd a botok specifikációinál újra előtérbe kerül, hogy melyikhez milyen erősség dukál. Az viszont mindegyiknél egyforma, hogy ilyen narancsárga-fehér színezetet kaptak a spiccek, annak érdekében, hogy még a rossz látási viszonyok esetén is jól láthatóak, feltűnőek legyenek. Valamint az is egységes, hogy a spiczgyűrűk egyrészt nagyméretűek, másrészt ilyen dupla alátámasztást kaptak annak érdekében, hogy a nagy tömegű kosarak dobálása során se történjen az meg, hogy a gyűrű lefittyed, vagy kicsit így behajlik. Na de nézzük pontosan, hogy melyik változatot mihez is ajánlom. Ugye a család legrövidebb tagja a 365-ös LC bot, ezeket azoknak a horgászoknak javaslom, akik nem szeretik a hosszabb botokat, viszont szeretnének egy kiváló dobási tulajdonságokkal rendelkező, úgymond rövidebb féder botot. Ez egyébként az általános ponthorgászat során az egyik leggyakrabban használt méret. Kifejezetten ajánlom kezdőhorgászoknak, gyerekeknek vagy alacsonyabb sporthorgászoknak, akiknek a hosszú bot az kényelmetlen és nem tudja ebből kihozni a maximumot. Ennek a változatnak a dobósúly tartománya 30-110 gram. A következő a 395-ös LC, ez már egy igazi távdobó bot, ezzel már a 120 méteres távolságokat is könnyedén el lehet érni. Ugye ez a távdobó féderbotok közt a belépőszint, ugye a nagyágyú az mindenképpen az ettől hosszabb változatokat jelenti. A 430-as, az már egy igazi távdobó nagyágyú, úgy gondolom, hogy ez méltó utódja lett a 420-as longcast botunknak, ezzel a 140 métert meghaladó dobások is kivitelezhetők annak, aki kellő erőtartalékkal rendelkezik és kellő fizikummal rendelkezik. Nagyon fontos, hogy ezekből a botokból akkor lehet kihozni a maximumot, ha hozzá csatlakoztatott, illetve a hozzávaló kiegészítők, mint orsó, zsinór, végszerelék, kosárméret, az mind klappol. Annak érdekében, hogy ezen se kelljen a horgászat törni a fejét, hogy melyik éppen a hozzávaló, melyikkel tudja a maximális dobótávot elérni, mindegyik bothoz készítettünk egy listát. Íme. A különböző változatok részletes, mért adatait most nem szeretném felsorolni, ugyanis nem szeretnék senkit untatni ezzel. Azt azonban még fontosnak tartom megjegyezni, hogy a botok spiccei, a 365-ös LC és a 395-ös LC esetében ugyanolyanok, tehát 2,5, 3 és 4 unciásak. Míg a 430-as LC esetében 4, 5 és 6 unciás spiccek járnak a bothoz. Minden más adatot a termékek adatlapján a webáruházunkban megtaláltok. Azonban mégis fontosnak tartom egy picit a méricskélést azért, mert van egy úgymond régebbi termékcsalád, ami most megújul, így aztán mindenképpen össze kell hasonlítani a régi változatot az újjal. Ehhez természetesen a Master Carp Federbot sorozat legnépszerűbb és legnagyobb számban eladott tagját, a 420-as LC-t hoztam, ezt fogjuk összemérni az új Master 430-as LC-vel. Szaladjunk rajta gyorsan végig. Az első, amit ugye látunk, az a nyíltagok hossza, ez pont ugyanakkor a mind a kettőnél. Viszont ami nagyon látványos változás, az az orsótartó, ugye, itt ez az új, nagyon szép, nagyon dizájnos, rendkívül precízen összeállított orsótartó, és itt a régi. Azt hiszem, ez már jelentős változás.
A következő, ami ugyan nem látható, de mindenképpen érdemes róla említést tenni, az a nyíltagoknak az átmérője. Ugye azt elmondtam a legelején, hogy ez a bot, ez már erősített falvastagsággal, valamint felületkezeléssel és plusz kevlárhárós erősítéssel van ellátva. Tehát elvileg vastagabbnak kéne lenni, mint az eredeti, a régebbi botnak. Azonban ez teljesen nem igaz. Az új botot, ha megmérem itt a mondjuk az orsótartó fölött 1 centivel, azt mutatja, hogy 16 mm átmérőjű. Ugyanitt megmérem a 420 longcastot, az 16,3 mm. Szóval itt jön ugye elő a modern gyártás technológia, hogy hogyan tudják a plusz dolgokat belesűríteni ugyanabba a vastagságba. Érdekes. A következő, amit érdemes megnézni, az a keverőgyűrű. Ugye a nagy távolságú dobásoknál kulcsfontossága van a keverőgyűrűre. Éppen ezért került távolabbra, mint a régebbi Mastercard sorozat botjainál tapasztalható. Ugye a 420-as régi Mastercard botnál a keverőgyűrű az orsótartó felső részétől mérve 42 cm-re van. Ezzel szemben a 430 LC-nél a keverőgyűrű, hogyha nagyjából ide teszem a mérőszalagot, ez egészen pontosan 62 cm. Azért az már jelentős különbség. Maradjunk még kicsit a keverőgyűrűknél, ugyanis nagyon fontos ennek a belső átmérője is. A 420 Mastercard LC-nél a belső átmérője a keverőgyűrűnek, hát most így csak én slendjánul mérve 24,2 mm, míg az új bot esetében, a 430 LC esetében ez egészen pontosan 31,38 mm. Amit még mindenképpen szeretnék leméricskélni, az a régi típusú longcastbotok és az új típusú longcastbotok spitzgyűrű átmérője. Ugye a 420-as Mastercard Longcast spitzgyűrűje az belső átmérője 3,45 mm, miközben a 430-as Master Longcast az 4,1 mm. Ugye itt is tapasztalható egy jelentős növekedés. Ugye mondtam az előbb, hogy mennyivel több anyag található meg ezekben az új botokban, ugye az növelt falvastagság miatt, az új kevlárháló miatt. Kíváncsiak lehetek rá, hogy mennyivel nőtt meg a tömege magának a botnak. Megmutatom ezt is. Kezdjük tehát a 420-as Mastercard Longcast-tal. Úgymond az előddel, ez fontos, hogy ne érjen le a vége a mérésnél. Jó. Azt mondja, hogy 403-404 gram. És most nézzük a megnövelt falvastagságú 430 Master Longcast botot. Hát ha hiszitek, ha nem, ez hát olyan most ugrál 400 és 402 gram között. Tehát nagyon nagy növekedés, nem tapasztalható, sőt, igazából tök ugyanolyan súlyú, mint a másik volt, pedig hosszabb, és ugye megnövelt az anyagvastagsága is. Szándékosan hagytam a végére a család legkülönlegesebb tagját, az RX-H változatot. Ugye mind a mai napig szeretik és keresik a Master River botokat a kínálatunkban, holott számos karakterisztikájú és árfekvésű folyóvízi féder botot kínálunk. Azonban, amit most itt tartok a kezemben, ez a top. De hogy mit is jelent a 395 RX-H? Nos, a 395 a centiméter nyilván, ilyen hosszú a bot, az RX-H pedig az River Extra Heavy Fader-t jelent. Ez a bot, ez kifejezetten az erős folyóvízi horgászatokhoz lett optimalizálva. Ennek a dobósúly tartománya 100-300 gram. Ennek az akár versenyszerű folyóvízi horgászathoz is használható botnak a paraméterei nagyjából megegyeznek az előzőleg bemutatott botokéval, azonban ez a legerősebb, legvaskosabb tag. Hihetetlenül rugalmas, akár kisebb méretű halak horgászatához is használható, azonban igazi erejét és meghökkentő tulajdonságait akkor mutatja meg, hogyha egy szilaj márna vagy egy vad óriás dunai ponty küzd a végén.
Ugye azt mondtam, hogy 100 és 300 közt van a dobós súlytartományának a botnak, azonban az ideális dobótartományt itt nagyon nehéz meghatározni, hiszen folyóvízen használjuk, ahol olyan tömegű kosarat kell bedobni a vízbe, amely megáll. És természetesen még bevethető ezzel a bottal. Azt azonban le lehet szögezni, hogy minél nagyobb ösztömegű a végszerelék, amit beszeretnénk dobni, annál kisebb lesz az elérhető dobás távolsága. Ezzel a bottal egyébként szinte mindent végre lehet hajtani. Ezzel a pecával etettünk maconkán a tavalyi világbajnokságon mandarin méretű gombócokat 90 méterre. Ezzel horgáztam a Dunán egy dunai horgászversenyen paducra 60 méterre a parttól 200 g-os kosarakat dobálva, és Döme Gábor ezzel a bottal húzgálja a nagyobbnál nagyobb pontyokat ki a téli Dunából. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy aki olyan botot szeretne, ami elpusztíthatatlan és mindent kibír, akkor ezt ajánlom. Remélem, hogy felkeltette az érdeklődésed ez az új By the Met Team Fader Master Fader bot család, és bízom benne, hogy bármelyiket is választod a négy tag közül, egy jó árértékarányú, megbízható, professzionális horgászbottal gazdagodsz. Azt kívánom, hogy ennél egy picit barátságosabb időben tud majd kipróbálni az új szerzeményed, és fog vele nagyon-nagyon sok halat.